Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma este Debrecenben. És ahogy szoktuk, kezdjük a mai darma beszédet is, az univerzum a maga tisztaságában jelentésű mantrával, ez az óm-nám, ismételjük el közösen hétszer. Köszönöm szépen! Erre a rövid időre megtapasztaltuk az egységtudatát, amikor a mantra recitálása közben nem gondolkodtunk. Ezzel elértük a ma esti Dharma célját, és boldogan mehetünk haza. De valószínűleg ez kevés lenne azoknak, akik idejöttek, és a zenről szeretnének hallani. Több mint 2000 éve mondta Lao Tse, hogy az út, mi szóba fogható, nem az örök út. Miről szeretnénk tehát hallani? A zen négy alapelvben jelentette ki, hogy ne támaszkodjunk az írásokra, irányuljunk közvetlenül az ember tudatára. A felébredés egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával, és csak tudattól tudatig való átadás képzelhető el. Miről szeretnénk tehát hallani? Valójában saját magunkról szeretnénk hallani. A saját életünket szeretnénk egy jobb alakra hozni. A saját kapcsolatainkat, családéletünket, életünket, páros vagy magányos életünket szeretnénk egy kicsikét rendezni, hogy jobban érezzük magunkat, és egy kicsit fellélegezzünk. Mi alól szeretnénk fellélegezni? Ki vagyunk téve három nagyon komoly erőnek. Az egyik a mulandóság. Erre mihelyt rájövünk, azonnyomban nem szeretjük. Utána Kiderül, hogy tökéletesek sem leszünk ebben az életben, ezt sem szeretjük. És akármennyire szabadok szeretnénk lenni, kiderül, hogy függő viszonyok sorozatában éljük le az életünket, ennek egy részét szeretjük, más részét nem szeretjük. Az igazi kérdés az, hogy ezt a három törvényt hogyan állítod az oldaladra? Hogyan tudsz egy kreatív, értelmes, emberhez való életet élni, Bölcsességgel és együttérzéssel úgy, hogy a mulandóság, tökéletlenség és kölcsönös függő viszony az az életed része. Itt egyetlen egy esélyünk van, le kell választódnunk arról a karmáról, amely tökéletlen mulandó és a függést okozza. Valahol meg kell különböztetnünk magunkban a Teremtőt és a Teremtettet. Elvállalni azt, hogy ezt az életet közösen éljük, de mindannyian egyénileg vagyunk felelősek a minőség megteremtéséért és továbbadásáért. Hogyha kőkemény ítéletalkotás jellemez, akkor ez a három alapvonása az életnek ellened dolgozik. Akkor folyamatos keserűségnek vagy kitéve. Ha látod, hogy a test elmúlik, de igazi önvalód nem. Ha látod azt, hogy az érzékszervi tartalmak jönnek és mennek, de van valami, ami ezt látja. Ha látod azt, hogy igen, el tudod érni az együttérzést, a bölcsességet, a kreativitást, tudsz segíteni másoknak és magadnak, akkor ennek az életnek egy új minősége lesz, és már nem ideál képeket kergetünk. Már nem a megvalósíthatatlant hajszoljuk, hanem meglátjuk azt, hogy mit tudunk mi teremteni egymásnak emberek. Milyen életet tudunk élni, és milyen halált tudunk halni. Ez viszont a lehetőségeink közé tartozik. A kérdés az, hogy kimerítjük -e ezeket a lehetőségeket, vagy pedig folyamatosan fejjel megyünk a falnak azért, mert azonosulunk azzal, ami eredetileg nem mi vagyunk. Vagy nem vállaljuk a felelősséget azért, amit teremtünk. Nem vagyunk hajlandók elfogadni az érzékszerfesz kötött élet tényét. Az élet kompromisszumok sorozata egyben konfliktusok vállalásának a sorozata. Milyen kompromisszumokat kötsz, milyen konfliktusokat válasz? Ez határozza meg az életed irányát kiben, kikben bízol valójában. Miben hiszel? Azokkal társulj, akikben bízol, olyat tégy, amiben okod van hinni, és legyen bátorságod e kettőt végigvinni. Ez az élet rendkívül rövid. Ahhoz képest, hogy a természet hogy működik, egy emberi élet rendkívül kurta, és jelentést kell adni neki ahhoz, hogy érdemes legyen élni. Miért élsz? Milyen célt választottál? Kinek segítesz ezáltal? Ezeket a kérdéseket érdemes mi hamarabb megválaszolni, úgyhogy a válaszok azért frissülhetnek. Az élet iránya, hogyha a zent nézed, rendkívül egyszerű. Minél felébredettebb a tudat, annál kevesebbet szenved és szenvedtet. Minél inkább egyé válsz, annál tisztábban látsz. Annál kevesebb hibát követsz el. Annál kevesebb akadályt teremtesz. És ezáltal egyre több embernek tudsz segíteni egy felébredettebb, minőségibb élet élésében. Az Avatamszaka szútra így szól. Ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Mi ez a tudat? Ez legalább akkor a kérdés keleten, mint amekkora Isten létéhez fűződő gondolata megvan itt nyugaton. A kelet felkínál egy tapasztalati utat. Tapasztalhatod ezt a tudatot, csak szembe kell nézni egy pár paradoxonnal. Az első ilyen paradoxon az, hogy nem láthatod a szemedet, nem hallhatod a füledet, nem szagolhatod az orrodat, de gondolatok által ugyanígy nem tapasztalhatod meg eredeti tudatodat. Igaz természetünk nem tudható, csak tapasztalható. Tehát mi az, ami most néz a szemeddel? Gondolkodik az elméddel, érez a szíveddel, hall a füleddel. Mi vagy? A ki az már egy termék, az már egy személyiség, az már egy avatár, az a működő személyiség, amit éppen viselsz. Ennek minden egyes porcikája mulandó, tökéletlen és függő. De ezért szabadon alakíthatsz magadon. Olyan embert formálsz magadból, amilyet szeretnél. Formálsz olyan embert magadból, amilyet szeretnél? Vagy csak a körülmények áldozata vagy? Utad van, vagy sorsod? Tudatosan döntesz, és megkeresed a szabadság egyetlen pici talpontját, ami ez a pillanat, vagy pedig szét vagy osztva múltra, jelenre és jövőre, és belezuhanunk a múlt feneketlen gödrébe és ott állunk a jövő végtelennek tűnő sivatagjának a szélén. Ez a pillanat tartalmazza a múlt, a jelen és a jövő összes karmáját. Ahhoz, hogy tudatos légy és tapasztald a választ erre a legmélyebb kérdésre, hogy mik vagyunk mi emberek, mi az, ami tényleg közös bennünk, ahhoz ezt a pillanatot százszázalékosan tapasztalni kell. Ezért a zen ezt a pillanatot tisztázza le. Az itt jelenlévő tudatot tanítja, hogy tisztán láss, tisztán haj, tisztán gondolkodj, érez, cselekedj és beszélj. Nagyon sok elméletet lehet erről tanítani, erről ma este lemondok. Vallást is lehet belőle csinálni, egyfajta izmust, erről már rég lemondtam. Tudományt azért nem csinálunk belőle, mert pont a tudós személye veszne el az elméletek és a logika között. A filozófia gondolatkísérlet, de legtöbbje nem elég praktikus. Pszichológia és pedagógia belefér, de nem meríti ki. Ezen területek mindegyikébe egy picit bele lehet harapni, de ma este nem tesszük. Sokkal inkább a ti kérdéseitek a fontosak. Valójában mit akarsz tudni? Most feledd el azt, hogy zen előadásra jött el. Függetlenítsd magad a formától, a stílustól, az esetleges YouTube videóktól, amit eddig láttál. És nézd magadba mélyen, tedd félre azt a zajt, azt a megszokottságot, ami ott kelepel benned, és állandóan a saját narratívádat tolja mondatról mondatra, percről percre, napról napra. Próbálj egy picit a mélyére nézni ennek és amikor a gondolati érzelmi szokások rétegét áttöröd, milyen mélyebb kérdésed van? Akinek van, tegye fel. Azt szeretném kérdezni, hogy mit tanít az a halálról és az újjászületésről? Most életben vagy-e? Igen. Nagyon jó. Akkor az zen azt tanítja, hogy ez a létállapot most a legfontosabb, és emellé tesszük azt az állapotot, amikor nincs test. Ez nyugaton a halál állapotával lenne egyenlő. A szót azért nem használom itt tudatosan, mert egy kicsit félelmetes, meg ismeretlen. A köztes létnek négy nagy állomása van. Az egyik a születés, amikor a lélek fölveszi a testet több fázison keresztül. Az első körülbelül ott lehet, amikor meglátja, a fogantatás helyét és idejét, de még nem történt meg. Utána megtörténik abban a boldog pillanatban a helyfoglalás egy anyamékben, és utána elindul az a nagyjából kilenc hónapnyi fejlődés, ami utána a testtel való kapcsolata erre az életre véglegessé válik. Ekkor felsírunk, lélegzünk, kinyomjuk a magzatvizet a testbe. Ekkor rendkívül sérülékenyek vagyunk és amikor életben vagy, akkor a lélek és a test kapcsolata nagyon erős, és egészen a halálig megszakítatlan, bár nem egyenletes. állapotban egy picit elszakadunk a testtől, de ott hagyjuk őrlángon az identitást, és oda szépen visszatérünk bizonyos álomtipusoknak a végén. Amikor pedig szépen elkezdjük elhagyni a testet, akkor lazul a kötelék test és lélek között, Egyre kevesebbet gondolkodunk ezzel, egyre kevesebbet érzünk ezzel, egyre kevesebbet eszünk és iszunk ezzel. És egy idő után egy olyan álomban leszünk, amiből már nincs visszatérés a testbe. Hogy ez egy nagyon durva és hirtelen váltás, vagy egy fokozatos elszakadás, ez most mindegy. De ebben az átmenetben ugyanolyan sérülékenyek vagyunk, mint a születés átmenetében, csak pont visszafelé és megközelítünk, majd elérünk egy olyan állapotot, amit lélekállapotnak hívunk versus a testhez kötött állapot. És most jön a kérdésedre a közvetlen válasz. Fogd fel úgy a testet, mint egy szerszámos ládát. Van szemünk, fölünk, orrunk, nyelvünk, testünk, gondolkodhatunk az agyunkkal, érezhetünk a szívünkkel, cselekedhetünk a kezünkkel, mehetünk a lábunkkal. Ezáltal a karmát hozzunk létre, amit a tudatunkban tárolunk. A tárháztudatban, a megkülönböztető tudat által polarizált, megkötött emlékek ott vannak, ez a lélektartalom. És amikor életben vagyunk, akkor nem is veszük észre, hogy ez milyen fontos. Csak a saját bajainkkal vagyunk elfoglalva. Ez a szerszámos láda azért rendkívül fontos, mert bármilyen karma, amit te testesült állapotban teremtettél, csak egy újabb testesülés által módosítható. Újra teremthető, megtartható vagy lebontható. Testetlen állapotban ilyen lehetőségünk nincs. Ehhez meg kell születni. Ezért becsüljük meg az életet, mert csak itt van meg az a szerszámkészlet, amivel a lélektartalmunkon érdemben módosíthatunk. Testetlen állapotban mindent látsz, és semmit sem tehetsz. Nincs nekem meg hozzá az eszközök. Nincs meg hozzá a szerszámkészlet testesült állapotban az érzékszervi kötések miatt nagyon keveset látunk, de mindent megtehetünk, ami fontos. Az igazi feladat az, és ebben segítenek a realizációs praxist jelentő utak, hogy a testesült állapotban tágítsuk ki a látást. Növeljük a hullámságot. Legyünk tiszta tudatúak, és ne azonosuljunk azzal az érzékszervi hatás tömeggel, ami csak a szem, fül, or, nyelv, test, értelem és érzelem hatásai. Lássuk őket tisztán, bánjunk velük óvatosan, legyünk felelősségteljesek, de ne azonosuljunk ezekkel. Mert akkor ezt a fajta hullámsávot nem tudjuk kiterjeszteni, nem tudjuk az ok és okozat percepcióját elmélyíteni, magyarul nem ébredünk fel. Tehát nézd meg a saját hibás Szenvedés, amikor te követed el, mindig valamilyen illúzió követéséből származik. Ha nem követünk illúziókat, ha nem fizetünk elő hamis azonosulásokra, akkor nem követünk el saját hibát, mert tudatában vagyunk az ok és okozat működésének. Belül is, kívül is. A darma, a köztes lét mind a négy állapotában ugyanúgy működik. Az ok és okozat törvénye mind a négy állapotban világos. De a mi viszonyunk nagyon más minden állapotban a darmához. Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, ahhoz fel kell fognunk a darmát. Egyben olyan helyzetben kell lennünk, hogy változtathassunk a karmánkon. Ehhez kell a testesülés. Ehhez meg kell születni. És ha nézed, akkor láthatod, hogy a születés pontosan úgy működik, mint az élet maga. A halál is pontosan ugyanúgy működik, mint az élet maga. De a törvény ugyanolyansága, azonossága mellett az emberi helyzet, a lélek állapota nagyon más. Ezért a fejlődés csak is ebből a helyzetből képzelhető el. Itt vannak meg az eszközök hozzá, és itt kapjuk meg azt a terhelést, ami előre visz. A feszültség a lehetséges és a tényleges között. A vágyott és az elért között ez az akarat. Tehát, hogyha az akaratoddal probléma van, valamit nagyon-nagyon akarsz görcsösen, vagy semmit nem akarsz, és csak elernyedsz, akkor nem vettél észre valamit az életből. Valamilyen polaritás meglátása hiányzik. És hogyha megnézed, hogy mi az utad, felteszed a kérdést, hogy mi a dolgod, akkor onnantól kezdve ezek a polaritások jól működnek. Hirtelen látod az utadat, megvan az irányvételed, megvan az energiád, hogy haladj ezen az úton. Ekkor a világ dualitása téged segít, mert az elektromos ára meghajtja a motort, mert megtanultad azt, hogy nem szabad rövidre zárni a konnektorban az énségeddel a feszültségeket. Meg kell tapasztalni a világot, meg kell tapasztalni a társasságot, a párkapcsolat, a család és a csoport szintjén. És ekkor a karmád szépen jön fölfelé. Az az üzemanyag. Amíg ragaszkodsz hozzá, azt érzed, mintha egy kazánban égetnének kell. Ha nem ragaszkodsz hozzá, rájössz, hogy bizony van egy fűtő, aki szól a mozdonyvezetőnek, hogy főnök, van egy szenes kocsi. Rakhatom a kazánba a tűz Igen. És egyszer csak eléri a forráspontot. A víz fejlődik meghúzzuk az emeltjüket, és ez a gyönyörű 424-es elindul. És vonszalja maga után a szerelvényt. Tehát nem mindegy, hogy magadat rakod-e a kazámba, vagy a karmádat. Tehát tessék fűteni az élet mozdonyát. Te vagy a fűtő, te vagy a mozdonyvezető, és akik függenek tőled, ők az utasok. Lásd meg a köztes lét négy állapotát, és tanuljuk meg megbecsülni az életet, ha nehéznek látod, ha könnyűnek. A felébredés egyetlen útja így emberi tudattal az, hogy megszületünk és dolgozunk érte. Hogy erőfeszítést teszünk az úton. A halál nem menedék és nem megoldás. Semmi elől és senki számára sem az. Úgyhogy mindenkinek eredményes, akaratos, helyes döntésekkel teli életet kívánok, hogy a felébredés útját járjuk mindannyian, mert egyébként csak körbe-körbe megyünk, mint a nyomtató ló, ugye, a malomban, és forgatja a követ, és előbb-utóbb megvakul. Nevakuljunk meg az ismétlésekben. Lássunk rá arra az irányvételre, ami specifikusan emberi, hogy egy múlandó testben az örök létre vágyunk. Egy feltételhez kötött létben a szabadságra vágyunk egy tökéletlenségekkel körülvet életben a tökéletességre vágyunk. Magyarul valamiből föl kell ébrednünk. Úgyhogy az élet erre alkalmas. Ezért becsüljük meg. És éljük helyesen. Köszönöm. Szívesen. Két kérdésem lenne. Az első kérdésem az lenne, hogy én hát úgy látom az utamat, tehát azt látom, hogy merre szeretnék tartani, és ez munkahelyváltással járna. Viszont ahhoz, hogy váltani tudjak, még egy évet tanulnom kell. De a jelenlegi munkahelyemet azt már kellőképpen utálom. <laughs> És azt szeretném, hogy, hogy én, tehát miben változzak ahhoz, hogy, hogy a környezetem is változzon. Tehát, hogy egy kicsit pozitívabban tudjak hozzáállni a munkahelyemhez. Amikor elkezdted ezt a munkát, utáltad? Nem, Ugye abba a tudatba kéne visszamenni? De nem tudok, mert mert már teljesen más helyen vagyok. Tehát nem ne azt csinálom, tudná? mint amikor akkor csináltam. Miért ne tudnál visszamenni a kezdő szellembe? Miért maradsz meg a saját ítéleteid között? De már konkrétan nem azt csinálom. Már konkrétan képes vagy arra, hogy félretedd a saját érzelmi reakcióidat, és tiszta lappal bemegy holnap a munkahelyedre, és ne utáld? Igen. Igen találj egy valakit, akihez szeretettel viszonyulsz a munkahelyen. Jó, olyan van. Hát akkor már nem utáljuk a munkát. Ő vele és ő érte megcsináljuk. Lásd az utadat, és a munkahelyváltásig ne pazarold az érzelmi energiádat. Na, hát, igen. hát az extrém szenvedélyek rengeteg energiát igényelnek. Legyen az nagyon pozitívnak mondott szenvedély, vagy negatívnak mondott szenvedély. Nagyon ki lehet benne merülni, és úgy érzed, hogy valami korság kimerített. Holott csak energiát pazaroltál. Javaslok egy különleges meditációt, csak itt, csak most, csak neked. Mindenki figyel? Remélem. Mi a dolgom? Minden reggel, munkába menet előtt, egy 20 percet tölts ezzel, belélegzel. Mi a dolgom? kilélegzel, figyeled a válaszokat. Egyiket se hiszed el, amíg be nem értél a munkahelyre. A munkahely megmondja, hogy mi a dolgod. Azt is megmutatja, hogy kivel van dolgod. Ezt előre nem kell föltenni, mint kérdést. De a motivációt le kell tisztítani. Hogyha a motiváció nem tiszta, állandóan problémád van. Aprócska, piszlicsári részletekbe bele lehet akadni és tipródni rajtuk, feleslegesen. Fókuszálj arra, aki a szövetségesed, a barátod, a megbízható munkatársad, hogy ne légy ezzel egyedül. És minden reggel mi a dolgom? Újjan kristálytisztára lepucolja a motivációt, eddig nem is hitted el, hogy ez lehetséges. És egy utolsó hasonlat a válasz végén. Ha üzemanyagod van, energiád van, azt jó a motorba tenni. Az üzemanyag nem panaszkodik, hogy úristen, be vagyok zárva négy hengerbe, és engem mindjárt felrobbantanak. Itt van a négy ütem, előbb-utóbb összenyomódom, kapok egy kis szikrát, vagy öngyulladást, ha dízel, és egyszer csak puf, és elégtem, és kipufogok. Nem. Az energiád munkát végez. Nagyon jó, ha van munkánk. Az üzemanyagnak az a dolga, hogy a rendszerben, a motorban munkát végezzen, de itt te vagy a vezető. Te forgatod a kormánykereket, és te nyomkodod a pedálokat. Te vagy a jármű, te vagy az üzemanyag, és valahol benned van a cél is, és ez nem öncélúság. Jó? Úgyhogy, ha már innen nézed, nincs elveszett pillanat. Nincs elveszett kilowatt. Nincs elveszett nap és gesztus mindegyiket használd fel arra, hogy helyes irányba haladj, helyesen viszonyulj, és cselekedj helyesen. Így már más, ugye? kiderül. Adj neki esélyt. Maradj meg a kérdésben. A kérdés kitágítja a tudatot, a kijelentés irányba állítja, a definíció határt szab neki, és a dogmák börtönbe zárják. Úgyhogy ne legyünk dogmatikusak sem magunkkal, sem másokkal szemben. Jó. Jó, rendben, köszönöm. Szívesen. Én úgy érzem, hogy megvan az életutam, viszont ez egy meglehetősen erőszakos területen van, ahol én segítséget nyújtok. Ez valamilyen szinten ad boldogságot, úgymond maga a segítségnyújtás, viszont maga az erőszakos terület azt vonja maga után, hogy nagyon sok érzelmi elfolytást kell csinálnom, illetve nem tudom kivezetni rendesen, amiket ott megélek félre kell tenned azokat az érzelmeket, ez így van, mert ilyenkor megengedhetetlen, hogy az ember elmerüljön az érzelmi reakcióiban. Ilyenkor különösen fontos a leborulás és a mantra praxis. A sokkal gyorsabban kipörgeti, mint hogyha csak ülnél és néznéd a filmet. Minden tudattartalom mulandó. Minden karmától meg tudsz szabadulni azt javaslom, hogy a segítő szándékodat jól nézd át és tisztítsd le, mert abban vannak bekészítve azok a szokások, amik az érzelmi reakciókat generálják. Tehát a segítő szándékban magában olyan motivációk vannak, olyan érzelmi karmák vannak, amelyek később akadályá válnak. Tisztíts le a segítő szándékot, hogy az és csak is az történjen, ami szükséges és elégséges. Nem több. És nem kevesebb. Ezzel rengeteg energiát sporozsz meg magadnak, és lehet, hogy másoknak is. Sokszor hallom ezt, hogy tapasztal meg az igazi önvalód. Igen, egy e jobbat nem tudom mondani. Hogyan? Mit hallottál? Egy koppontást. Nem. A botot. Itt a lehetőség, hogy helyesen válaszolj. Korrekt. Köszönöm. Szívesen. A bevezetőben azt mondtad, hogy a felébredett lélek kevesebbet szenvedett. És kevesebbet szenved. szenved. Bizony így van. Itt a kettő között hatalmas kapcsolat van. Több sávos. Mind a két irányban. Aki szenved, az általában szenvedtet is. És aki szenvedtet, az is szenved. Ez az utóbbi kevésbé nyilvánvaló, de így van. Az a legnagyobb emberi képesség, hogy nem adod tovább a szenvedést egy másik lénynek, legyen az emberi, állati vagy egyéb, hanem megszünteted. Magadban föloldod, áttransformálod. És hogyha megtanulsz nem szenvedni, akkor nagy az esélye, hogy nem is fogsz szenvedtetni mást. Mind a kettő kényszer. Feloldod az egyiket, feloldódik a másik is. Családi karmára is igaz. Azt szeretném kérdezni, hogy nagyon sok ember van, aki álmodik, emlékszik az álmaira, és nagyon sokan vannak, akik nem emlékeznek az álmaikra. Ezzel kapcsolatban mit tudnál nekem segíteni? Én álmodó vagyok, és emlékszem is rá. Mi marad belőlük reggelre? Az érzelem. Oké. Okay. Mit kezdesz az érzelmekkel? Igyekszem elengedni. Ha elengeded? az a legjobb dolog, ezek megfordulnak a tudattalamban, azaz a világban, és helyes alakban visszajönnek. Ha valaki álmodik, akkor a legelső dolog az ébredés után, hogy meg szokta nézni, hogy mi a képanyag. Mi az, amire tényleg emlékezni kell, mert ébredéskor a tárban ott van. Nagyon kevés ilyen van. Egy százalék az álomanyagnak, ami tényleg értékes. Az összes többi a tudatnak az öntisztuló folyamata az álomból való felébredés és az ébrenlétbe való beintegrálása, ez a legfontosabb. Ehhez például egy egyszerű, világos meditatív praxis hozzásegít. Csaklás. És ha csak látsz, akkor az álom egyszer csak megtalálja a helyét. És engeded a tudatot elfeledni az álmot, vagy hozzákapcsolni valakihez és valamihez. Vannak olyan álmok, hogy a napnak az előnézete bejön, és bizonyos helyzetek előfordulnak, amikről tudod, hogy az nap neked döntened kell. És az álom olyan, hogy mivel nincs test, vagy testhez kötődés az álomállapotban, ezért az idősíkok között bizonyos határokkal, de tud mászkálni. Egy picit belepillant a következő napba, akár hétbe is. Vagy egy picit visszamegy a múltba, és onnan előbányászik valami tanulságot, vagy egyebet. Hát nézd meg azt, hogy az ilyen képanyag az mennyire segít. Mivel az álom gondolkodásra, vagy jobb esetben belátásra késztet, ha ilyen minőségi, ezért kitágítja a tudatterét. Ezt a tágasabb tudati teret bele kell vinni a valós helyzetbe. Mert akkor valószínű, hogy meg kell haladnod a karmádat, és valami mást kell tenned, mint addig És Ezért az álom előre jelezte, hogy figyelj, ha most azt csinálod, amit szoktál, nem lesz jó. Tehát tessék másképp dönteni. Nagy részt nincs benne, hogy hogyan. Az előnézetben benne van a figyelmeztetés, vagy a figyelemfelhívás. felhívás. És ismételten a Mi a dolgom című kérdés, az segít. És ami kell, az álomból integrálódik a cselekvési programba. Ismétlem, a megállás, belátás másféle döntés szintjén, és nem úgy, hogy már előre tudod, hogy mit kell csinálni. Az veszélyes. Az irányt kell tisztán tartani, és akkor váratlanul, spontán, helyesen tudsz cselekedni, beszélni, gondolkodni, érezni. Jó? Köszönöm. Szívesen. A mi ez kérdésre a válaszhoz vezető utat hogy lehet megtalálni? Úgyhogy nem mozdulsz el sehova. Ha elkezdesz valamilyen irányba haladni, akkor a tudat elmozdul a kérdéstől. Hát a mi ez kérdés szépen mozdulatlan tudattal tartod. De mindig újabb kérdések jönnek. Azok szolgálják a nagy kérdést. A kis kérdések a nagy kérdés köré gyűlnek, és nem mozdulunk el a nagy kérdéstől, nem fogjuk lefordítani, nem fogjuk áttransformálni, nem fogjuk felöltöztetni egy kicsit ezt a nagyon közvetlen, nagyon csupasz kérdést, hogy mi ez. Mindezt azért tesszük, hogy a tudat letisztuljon. És amikor már a tudat tükre kellőképp tiszta, több hónapos esetleg egy-két éves gyakorlás által, akkor már tisztán látja a tudat tárgyát, a karmát, és akkor már tárgyas kérdést is föl lehet tenni. De amíg belezuhanunk a karmába, és a kényszerű azonosulás, a kényszerű dualisztikus reakció még nem távozott a tudatosságunkból, addig bizony a tükröt csiszoljuk szépen. Csiszolgatjuk, erősítjük, tréningezzük, hogy kibírja azt, amit lát. Nem megyünk mi sehova. Ez az út. Jó? Szívesen. Igazából a hálóérzetről szeretném, hogyha beszélni, vagy a háló Fontosságáról, vagy a zenben megjelenik-e a hála? Hálás vagyok azért, hogy kiültél a székbe és kérdezel. Igen. Megjelent a hála a zenben, most te jössz. Mi a kérdés? É, jó, hát akkor ez lett volna az egyik kérdésem. Mm, mert... Nem. nem. meghálált téged az élet? Meg. meghálált téged a legfontosabb kapcsolatod? Igen. Akkor valójában mi a kérdés? <laughs> Nem tudom, ez számomra fontos a hála, vagy az, hogy hálát adjunk, vagy amikor őszintén hálát tudunk adni valamiért, amikor vannak olyan pillanatok, amikor minden teljesül, és vagy összességében látja az ember, hogy igen, most a kockák a darabok helyére álltak, és akkor azt érzem, hogy úristen, hát ez tényleg így van, és hogy akkor mennyire hálás vagyok. És Bizony, legyünk hálásak az összes mennyire... lénynek, aki ezt lehetővé tette számunkra. <laughs> Jó, hát akkor a háláról ennyit szerettem volna elmondani. használjuk ki ezt a rövidke életet arra, hogy nézd meg, hogy valójában honnan jön a kérdésed. Tessék a szokást és a megfelelési kényszert lelapátolni a kérdésről, jó? jó. Mit akarsz tudni? Eleve kérdést feltenni is nehéz, meg hát igazából az ennek a kérdés, hogy miért nehéz kérdést feltenni. Mert annak mi? látsz engem, aki nem vagyok. É, így Ez, így itt ülök, tarkopaszon, beöltözve zenruhába, és egy bot van előttem. Ez borzasztó. ez a legnagyobb akadály. És rám vetül a pap, a terapeuta, az apuka, az osztályfőnök, a rendőr, a vasutas, a vágóhídi segédmunkás, minden olyan férfi karma, amit te valaha tapasztaltál, és még nem is mondtam el a fontosabbakat, azokat hagyjuk. Ez én mind nem vagyok. Jó? Jó? Ha innen nézed, akkor teljesen friss, önbizalommal teli, bátor és egyszerű tudattal fel tudod tenni azt a kérdést, amit szeretnél. Elve, amikor az hogy kérdést kell feltenni, akkor így beszűkül a tudatom, és az a... nem tudok kérdést feltenni. Látom, és olyan óvatosan az együttérzés aprócska kis szikéjével próbálok segíteni, hogy ne pajszer legyen belőle, de látod, nehezen megy. Nekem nehezen megy az életemben a kérdés kérdésfeltevés, és ugye azt mondjuk, hogy a kérdés, ami megnyitja a tudatot, és, és úgy érzem, hogy nagyon nagy hátrányban vagyok, mert kérdést sem igazán tudok feltenni. És ez régi így van, és valahol ezt így eltemettem magamban, azt az alapkíváncsiságot, ami mondjuk meg volt gyerekkoromban, és egyszer csak így. Ilyenkor a buddha segítséget, segítséget kell hívni. Mindenki mögött ott van a buddha. Figyeld. Itt. Van egy Fönök, hogy legyen? Azt mondta, hogy az alaptanításokra koncentráljunk, mint például a négy nemes igazság. Ha van szenvedés, akkor annak van oka. Van megszüntetése, és a megszüntetésnek van útja. Ha nincs szenvedés, nincs oka, nincs kérdés. Ha nem akarsz elérni semmit, akkor sincs kérdés. De ha nem vagy megelégedve, hogyha az életben például ilyen apró rendrakások vannak, amikkel még nem jutottál dülőre a saját kétségeid miatt ott belül, akkor bizony van kérdés. Ezeket ne folytsuk el csak azért, hogy a világ felé egy jobb önképet mutassunk, mint ami van. Mindig tanítjuk, hogy a legelső, a nulladik meditációs technika az, hogy mersz őszinte lenni önmagadhoz ezzel megadod az életednek a legfontosabb minőségét, hogy nem vagy hajlandó álságosan élni. És az álságosság nagyon sokszor nem rossz indulatból fakad, nem a csalás szándékából fakad, hanem abból, hogy nem merjük meglátni, hogy valójában a lélekben mit viszünk. Ha mered látni, akkor mersz kérdezni is. És a látást azért a buddha tanítja nagyon komolyan. És azért kezdte a négy nemes igazsággal, mert azért az emberek többségének számára valami szenvedés csak jutott. Találd meg a sajátodat. És ez nem az ön sajnálattal egyenlő. Ez azzal egyenlő, hogy nézd meg, hogy milyen megoldatlanságaid vannak, azoknak mi az oka, mi a megszüntetése és mi a megszüntetés útja. Magyarul, hogy tudod az életedet helyesen továbbvinni? Mondok ilyen kis segítő csoportokat, jó? Amikor nagyon-nagyon-nagyon fiatalok vagyunk, akkor a miértekkel dolgozunk főleg. És a szüleinket teljesen az őrületbe tudjuk kergetni a tökéletes miértekkel. Három éves gyerek 30 másodperc alatt kipontozza a szüleit, és már telefonos segítséget kell hívni, mert nem tud a szülő a miértekre válaszolni. Érdemben biztos nem. El tudja terelni a gyerek figyelmét, de érdemben nem válaszol. Valahogy csak fölnövünk, és akkor jönnek a hogyan típusú kérdések. Hogyan lesz jó munkám, hogyan lesz egy jó párkapcsolatom, hogyan veszem meg az első lakást, hogyan fogom visszafizetni a hitelt, hogyan lesz egy normális ugye, családi életem, és ezzel azért több évtizedet töltünk a hogyanokkal. És amikor már egy kicsikét megráncosodunk, akkor jönnek a mikor kérdések. Mikor hozzák az appelyhet? Mikor jönnek, értem, mikor rakják le a szendvicset az ajtó előtt, stb. Válasz. Rengeteg kérdés van. Az egyik csak a tiéd lesz. Jó? Köszönöm. Szívesen. Szeretném tudni, hogy mit mondasz a sérült emberekről, akik úgy születnek. Gyógyítani kell őket. Hogy találják meg magukban is a gyógyulás lehetőséget. És nem látszik el esély? Mindig ebben az van életen. esély. Amíg életben vagyunk, addig van esély. Amíg a lélek testben van, addig van esély a gyógyulásra és a gyógyításra. Előtte, utána nem. Mindenki képes a felébredésre. És ebből következik, hogy a lélek képes a tudatosodásra, a tudat képes az öntisztulás energia szintjének az elérésére, és éppen ebből következik a karma ledolgozhatósága. Hogy ezt ne ismételjük meg a következő életünkben. Jó? Ez egy sérült emberre vonatkozik? Mindenkire. Itt mindenki sérült. Azzal, hogy megszülettünk, egy hatalmas nagy döfést kaptunk, csak nem tudjuk, hogy mikor hat, hogy hány év alatt. De aki megszületik, az kapott egy pecsétet. A pecséten van egy számláló, és nem tudjuk, hogy mikor nullázódik le. És egyszer csak. Az eredeti sérülés az, hogy meg fogunk halni. Mindenki. Tehát a születés és halál közötti időt használjuk fel a lehető legjobban. Tehát gyógyuljunk és gyógyítsunk. És ekkor van értelme. Mindenki függő, mindenki sérült. Ebből kell fölébrednünk. Ebből kell megszabadulnunk. Köszönöm. Szívesen. Én a bűntudattal kapcsolatban szeretnélek kérdezni. Mit követtél <laughs> Ahogy elkezdtem gyakorolni ezen, elég sok minden átértékelődött bennem, és így, ahogy vissza-vissza az életembe, követtem el hibákat, hoztam rossz döntéseket. Ki nem? Mert hogy így visszagondol az ember, és hogy most tudom, hogy másképp döntenék, másképp tennék, de akkor nem ezt tettem, és emiatt lelkiismert érzek, sokszor bűntudatot, és ezzel hogyan tudok megbírkózni? Az élet mindig kínál alternatívákat, és a többségével nem élünk. Aztán rájövünk, hogy nem is élhetünk. Tehát egy testünk van, és egy lelkünk, egyszerre több életet ezzel nem lehet élni. Egyet kell. Ennek az egynek kell helyes értelmet adni, és hogyha hibáztál, akkor a következő egyenletet javaslom. Veled van-e még a hiba ebben az életben úgy, hogy kiavítható? Vagy egyszerűen el kell engedni úgy, ahogy van? Ha valakit megsértettél, bocsánatot lehet kérni. Valamit elrontottál, meg lehet javítani. De az illető már elköltözött az árnyékvilágból, hogyha az a tárgy, amit ugye meg kéne javítani, már eltűnt és szétesett, akkor ez teljesen lehetetlen. Egy dolgot jegyez meg, a hibával való azonosulás, azaz a bűntudat gátolja a hiba kiavítását. A nem törődömség ugyanúgy gátolja a hiba kiavítását. Nézd meg, hogy most mi a dolgod ezzel a hibával, vagy hibákkal, és nem a múltba merülve próbáld meg ezt kiavítani, mert a múlt elmúlt. Viszont ami jelen van a múltból ebben a pillanatban, az nem múlt el, az a következmény. Azzal tessék dolgozni. Tehát itt, ebben a pillanatban, mi az, amit ki kell javítanod, ki az, akivel rendezni kell a számlát, és azt tedd meg, amit nem lehet kiavítani, Akivel még vagy már nem tudod rendezni, az majd szembe jön később. Jó? Köszönöm Szívesen. Szó volt arról, hogy karma felhozása, karma megtisztítása, mit jelent ez? Nézd rá az elintézetlenségeidre. Nem kell azt felhozni előtted van, inkább ne akarjuk el. Szembe jönnek veled a rendezetlen emberi viszonyaid. Akikkel dolgod van, mind a környezetedben vannak a materiális elintézetlenség ilyen csekkek és fejléces levelek formájában közelítenek hozzád. Nem kell keresni, jönnek. Az, hogy hogy oldod meg a problémát, az dönti el, hogy a következő lépés mi lesz. Súlyosbítjuk, vagy megkönnyítjük. Onnan tudjuk, hogy megoldottuk a helyzetet, hogy többet nem fordul elő. Lásd a helyzetedet, a kapcsolatot, és cselekedj helyesen. Csak ezek szépen nyugvó pontra jutnak. Vagy beállnak egy olyan irányba, hogy az elintézetlenségeidet is fel tudod használni az úton való haladásra. Tehát tudod, hogy ezt már tökéletesen nem fogod eldolgozni, de a benne lévő energiát azt használd fel arra, hogy haladj. Vannak ilyen emberi viszonyok. Például. Hát lehet párkapcsolat. Hát az nagyon lehet. Főleg. A munkatársi viszony. A munkatársi viszony is lehetség, és ez egy kicsikét lehatároltabb. Amikor valakivel életközösséget válasz, és ő is veled, akkor a karma teljes felülettel kapcsolódik. És ott kell akkor nagyon komoly rendet tenni kölcsönösen. Köszönöm szépen. Szívesen. Mitől függ az, hogy valaki hosszú betegség után hal meg, és kínok között a másik meg viszonylag könnyű halált hal? Korábbi karma eredménye mind a kettő. Milyen ragaszkodásokat, milyen elfolytásokat, milyen ártó vagy segítő karmát halmozott föl az illető, és ez nagyon befolyásolja, hogy a lélek hogyan viselkedik a testben, leviszi -e a megoldatlanságait testre, az a szomatizálja, Hol gyengül meg az immunrendszer? Hol van elintézetlen gondolat és érzelmi karma? Ezek mind összefüggenek. A magunkat betegítjük meg. Magunkat hozzuk hátrányos helyzetbe. És nem látjuk az első mozdulatot. Viszont föl kéne ébredni magából az állapotból, meg kell gyógyulni, magasabb energiaszintet kell elérni, nagyobb tudatosságot kell elérni ahhoz, hogy ezt láthassuk. A legfontosabb az, hogy ne veszítsük el a döntésképességünket, ha betegek vagyunk, ha egészségesek. Ezzel párhuzamosan tudjuk segíteni azt, aki segítségre szorul az otthoni gyakorlás miből álljon? Az otthoni gyakorlás elsősorban abból áll, hogy teremtesz egy sarkot, egy teret, egy kicsi szobát esetleg arra, hogy ez a darmát szolgálja. Ebben a térben csak gyakorlat történik, még akkor is, ha ez másfél négyzetméter egy hálószobának a sarkában. ez kijelölöd, hogy ez van. És a reggeli gyakorlás, vagy az esti gyakorlás, az álljon valamennyi leborulásból, éneklésből és ülésből, Általában a három leborulás az a minimum a buddha, a dharma és a szang előtt. A három szútret el szoktuk énekelni, mint szívszútra koreaiul, magyarul és a nagy együttérzés dárani. És 30 percet pedig szoktunk ezután ülni a kedvenc meditációs módszerünkkel. Ez így körülbelül egy óra. Ha valaki a 108 leborulásig fölküzdi magát, az egy nagyon-nagyon jó energia gyakorlat és tudattisztító gyakorlat. Azzal együtt egy óra. És ekkor indulhat a nap ekkor behangolódtál, ekkor kellőképpen jelen vagy, lepucoltad az álomtestet, és egy kicsit éberebb vagy. És nagyon gyakran a meditációban azt veszed észre, hogy a napodnak az előnézete megjelenik. Akár tudatosan álmodtál, akár nem. És ez rendben van. Tehát egy ilyen reggeli felkészülés során te ne akarj tökéletes, tiszta, jelenségektől mentes, tükörszerű állapotban lenni, azért ne, mert a lélek, az elme itt készül a napra, és dolgozik. Dolgozik azon, hogy a határidő naplót 9-kor ezt mutatta, 11-kor azt mutatta, délután 4 azt mutatta, de az, hogy ezt te megteszed és egy picit előre látod, ez nagyon sokat jelent a felkészülésben. És a meditációnak így van haszna. Hogyha nem villan be az aznapi teendő lista, az is rendben van, nincs -e semmi probléma. De az, hogy a tudat terét megnyitod, megfelelő karmákat bekészíted, és előkészülsz így spontán a napi teendőkre, ez már egy más minőség, mint amikor megittad a kávédat, benyomtad a pirítost és kizuhantál az ajtón. Ez más. Ezt mindenki tudja. Tehát tessék megadni magadnak azt a lehetőséget, hogy egy minőségi tudattal, világosabb jelenléttel indulj neki a világnak aznap. Rengeteget jelent. És hogyha a család élet megengedi, akkor este tessék egy picit kiengedni a gőzt, akkor már leborulni nem szoktunk, énekelni mondjuk a rövid mantrákból pár percig, 5-10 percig, hogy szépen ürítsük ki a napot, és 20-30 perc meditációval lehet búcsúzni a ciklustól, és akkor a tudat a felszínen dobja azt, amit hát aznap másképp csináltál volna, és a következő nap lehet, hogy nem úgy ismétled meg, ahogy aznap csináltad, és ezek rendben vannak, ezek az elme öntisztító funkciói. És akkor is, hogyha úgy látod, hogy te nem értél el aznap valami különlegeset, ez nagyon fontos. Add meg magadnak a lehetőséget. Köszönöm a kérdést. Köszönöm a választ. Ha időről időre van olyan érzésem, hogy mondjuk teljesen, úgymond én állapotban vagyok, minden... Az minden. milyen a zenállapot? Mondja? <laughs> én csak így jó, amikor tényleg úgy, úgy érzem, hogy tisztán látok, hallok, érzek, minden olyan nyugodt körülöttem, aztán történik egy apró dolog, és akkor így borul az egész rendszer. Akkor ez azt jelenti, hogy korábban illúzióban éltem? Nem. Vagy... Elsősorban javaslom, hogyha nagyon tiszta a tudat, akkor ne rakd rá a zen címkét, mert leterheli. Lásd tisztának, az égkék abban egy darab zen molekula nincs. Ha egy beszélni kell profi módon akkor el kell valahogy nevezni. Nevezzük zennek, ami gyána, csanna, csan, szon, zen, egyéválás, letisztulás, tisztánlátás, ez maradjon meg itt a buddhista zsargonban. Amikor te tisztán látsz és tisztán hallasz, ne sikoltsunk föl, Jaj, ez a zen tudat! Úristen, megvan! Hát abban a pillanatban el is vesztetted, és lezuhantál a hullámtaréról. Tehát amikor gigszel csúszik bele, akkor hirtelen a reaktív tudatod, a minősítő tudatod, az ellenőrző tudatod szépen átvette az uralmat. Ekkor a primér tapasztalás, vagy a kreativitás az elment, és van a reflexió, van a második, egy olyasféle reaktív tudat, amely már nem teremtőképes, hanem csak minősíti azt, ami megvan. Erre szükség van, csak a kettőt ne cseréljük föl. Tehát a teremtő tudatod utáni legerősebb tudatforma, ismerős? Tessék valláspszichológiába kicsit belenézni. Hogy alakul ez az egész monoteista panteon? hogy Isten után a leghatalmasabb az végül is kicsoda. Micsoda. És miért nevezték el annak? És miért kellett onnan száműzni? Nem tudtak el mit kezdeni. Tehát a reaktív tudatodat hát tessék szépen megzabolázni. Maradj meg a tiszta pillanatban, és a zen, hogyha tanít valamit, nem sokat, de annyit tanít, hogy hogyan kapaszkodjál vissza a pillanat primér, tiszta, kezdő szellemű tapasztalatába, hogy az elsődleges funkcióidat visszanyerd. A kreatív, döntésképes, tisztánlátó funkciódat visszanyerd, és ne egy minősítő szűrőn keresztül lásd az egészet, hogy ne ellenőrizd, és ne fuss magad után, hanem itt és most egyben légy, egy évával légy, és hogyha a gyakorlatnak van haszna, akkor az ez, hogy visszajuttat ide. Napi gyakorlással én úgy értettem, hogy egy-két évet kéne gyakorolni, otthon, meditációval, ugye meg énekkel, és akkor az elősegítő, hogy jobb emberré váljak. Tehát nem egy-két évet kéne gyakorolni, hanem úgy folyamatosan. Úgy Folyamatos, de de felejteni le. az éveket, és hmm. minden nap gyakorolni valamit, és ahogy a tudat tisztul, izmosodik, erősödik, úgy egyre komolyabb karmák jelennek meg előtte. Ez olyan, mint az edzés, ugye? Valaki súlyemelésre készül, hát nem rögtön 130 kilót fognak szakítatni vele, hanem különböző edzés módszerekkel fölkészítik a testet és a lelket, és alapozó edzés formába hozó, stb. stb. A meditáció ugye nem rendelkezik ilyen kifejezett és struktúráltan tervel, ha elkezdesz gyakorolni, otthon is és közösségben is, templomban és a külvilágban is, akkor elsajátítasz egy olyan magatartást, egy olyan tudati állóképességet, egy olyan minőséget, amelyel az eddig megoldhatatlannak hit problémákat is meg tudod oldani. És ez az edzés. Nagyon érdekes és azért az okozatiság működésére jellemző, hogy az eddigi praxisomban nem láttam olyat, hogy teljességgel megoldhatatlan probléma került volna a szemed elé. Lehet, hogy csak 5%-ban tudtál hozzányúlni, és a többi az visszatért, mert várnod kellett, de soha sem kapsz olyan karmát a tükröd elé, amiben teljességgel beleszakadnál. Valami mindig megoldódik. Valamennyit a gyémánt hegyből le tudsz egy kicsit. Nem számoljuk az éveket és az inkarnációkat, mert akkor az idő ellenünk dolgozik. Ugye? A lineáris is, meg a ciklikus is. Ezt a pillanatot igyekszünk nap, mint nap, tudatunk tisztaságával még tisztábbá tenni. Igyekszünk azon, hogy saját hibás karmát ne kövessünk el, és ezzel segítsünk magunkon és másokon egyaránt. Ha számoljuk az éveket, hamar megöregszünk ha elfeleded az idő lineáris vagy ciklikus múltát, de mindig tudod, hogy hány óra van, akkor ez a pillanat mindig tiszta, és a test öregszik, a tudat sohasem. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, a jelenlétet. Örülök, hogy együtt gyakorlunk, és a debreceni közösség itt már évtizedekben mérhető fennállása van. Szeretettel várunk mindenkit templomunkban, és helyi gyakorló helyünkön egyaránt. Köszönöm a figyelmet.